pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kabai Tibor, a nyugdíjas párt elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hol tartunk a vidékjárásban? Körülbelül az egyharmadánál, felénél tartunk. Az a célunk, hogy minden megyeszékhelyen legalább, de inkább minden megyében több helyen el tudjunk indulni, el tudjuk magyarázni a jobbára nyugdíjas közönségünknek, hogy mit is szeretnénk. És ez talán kevésbé látványos, mint amit mondjuk a Momentum csinál, ezek zárt körű rendezvények, és zömmel a megyei, illetve a városi nyugdíjas kluboknak a meghívásának tudunk eleget tenni, ezért nem győzünk elég hálásak lenni, hogy erre lehetőségünk van. Meddig bírja erővel? Még nem ment el a kedve? Nem, egy cseppet sem. Amikor megérkeznek és a rendezvények elkezdődnek, lelkesen fogadják, vagy mindenkinek ilyen szomorú hangulata van? Kifejezetten gyanakvóan fogadnak. Kifejezetten az van a tekintetekben, hogy mit is akarunk mi valójában. Nyilván Fidesz bérencek vagyunk, mert el akarjuk venni a szavazatokat az MSZP-től, vagy nyilván komcsi nyuggerek, akik viszont be akarják csapni a jámbor fideszes szavazókat. Tehát el kell oszlatni ezt a bizalmat. Hogy sikerül ezt, tehát hogy zajlik le egy ilyen találkozásnak a kezdete, amikor úgy érzi, hány percig tart, amíg úgy érzi, hogy magával vannak az emberek, és nem gyanakszanak? Hát nehéz. Először is elmagyarázom nekik azt, amit ők egyébként tudnak, csak talán a számokkal kevésbé vannak tisztában, hogy a helyzet rossz. Rossz azért, mert a demográfia nagyon könyörtelen. Ezeket attól, hogy mitől fog csökkenni a népesség, a gyerekek nem születnek meg, aktívak elvándorolnak, és mi meg egyre öregebbek leszünk, és hála Istennek egyre tovább élünk. Tehát be tudom mutatni azt, hogy a kérdés, hogy helyzet... milyen állapotban élünk tovább? Milyen az életminőségünk? Hát bizony. És a magyar életminőség azért magasan elmarad az európai életminőségtől. Igen, az az állítás, és ezt bizonyítom az előadásomban, hogy a helyzet már rossz, és egyáltalán nem látni, hogy mitől lenne jobb. A kezdet óta hányszor módosította az előadását? Mert gondolom az első, második, harmadik találkozás után rájön arra, hogy itt csiszolni kell, és valamit be kell vetni, mert a gyanakvás nem sikerül eloszlatni. Hát annyiban, hogy mostanában talán sokkal konkrétabban fogalmazom meg a teendőket. Az a tapasztalatom, hogy a nyugdíjasok azért nehezen mozdulnak. Tehát sokszor van az az érzésem, hogy bizalmatlan fogadnak, és az előadás végén a kérdések, válaszok lezárultával akár királyá is emelnének. De ez nem azt jelenti. Van remény. Egyáltalán nem. Maga lesz a nyugdíjas király akkor. Nem. Vagy elég annyi, hogy bekerülnek a parlamentbe? Talán még ez sem elég. Az sem elég. Azt fogalmaztuk meg, ez egy idealisztikus cél. Én belátom, hogy legalább olyan arányú parlamenti képviseletet kell szereznünk, amilyen arányú a nyugdíjasoknak a társadalmi súlya. Na most ez a választó... Ez nem egy utópia? Hát ha nem fogalmaznánk meg utópikus elképzeléseket, akkor nem is lenne semmi. Ezt is folyamatosan megkapom, hogy ugyan már, Kabai úr, van önnek 2 milliárd forintja, hogy egy sikeres kampányt le tudjon fogadni? Van nincs. Magában annyi erő, hogy... a nyugdíjas társadalmat egyesíteni tudja, tehát az MSZP szavazótáborát, a Fidesz szavazótáborát. Tudnélik, ön azt üzte céljáról, hogy egy nyugdíjas párt. Így van. Nyugdíjas plusz 50. Így van. Hogy lehet egyesíteni ezeket? Hát mindenkinek azért, mert nyugdíjas, azért nem biztos, hogy ugyanazt képzeli a világról, mint egy másik nyugdíjas.
Milyen hidakkal próbálja, milyen ponton hidakkal próbálja ezt megoldani? Úgyhogy mindenféleképpen háttérbe akarom szorítani a nagyon erősen ideológikus kérdéseket. És egyáltalán nem akarom, hogy... Mennyire akarnak ezek a nyugdíjasok elmenni szavazni, találkozik velük, érzi, mennyire akarnak ők politizálni? Vagy csak konkrét megoldásokat akarnak a kenyérárára, a gyógyszerek árára, a nyugdíjemelésre, és arra, hogy az életminőségük kicsit jobb legyen. Mennyire akarnak ők elmenni szavazni egyáltalán? Akikkel én találkozom, ők a politikailag aktív réteg. És még ők elegendők ahhoz, hogy egyáltalán bekerüljön a parlamentbe? Egy cseppet sem elegendő. El kell gondolta érteni. Már, hogy valamelyik másik párttal szövetkezik? Nem. A bejutás érdekében? Nem, a bejutás érdekében semmiképpen. Nem. Az ideológia reményében? Az ideológia reményében úgy érzem, hogy eléggé egyedül vagyunk. Tehát amit a közvetlen ok volt az, hogy most mégiscsak az MSZP is, meg a DK is felismerte azt, hogy talán kéne valamit üzenni a 65 éven felülieknek is. De akkor magánál nem lesz szükség? Hát de még mennyire, hogy szükség lesz. Ahogy itt le is írtam ebben a nyílt levélben, amikor először meghallottam azt, hogy a MSZP foglalkozik a 65 év felettieknek a díjmentes gyógyszer ellátásának a kérdésével, rá egy napra pedig a DK szakpolitikusa belengedte az alapnyugdíjnak egy egészen magas számot mondott a szükségességét. Hát ezekről első... beszélnek ők a parlamentben is? Vagy csak de most hogy, nem, választási előkészületekben? Nem, ez kifejezetten egy nem is tudom, csali mesének tartom ebben a pillanatban. És a Fidesz-KDNP? A legjobb az lenne, hogy ezt ha ők mondanák, de hát ők még ennyit sem mondanak. Mert akkor pezsgőt bontanánk. Maga el van keseredve? Egy kicsit csalódott vagyok, amennyiben szembesültem élesbe a... Nagyogó multivitaminokat tudok ajánlani magának. Passzivitással szedek vitamint. Köszönöm szépen, hogy legyen erőm. Én nem teljesen értem, hogy mibe csalódott, az ideológiába, vagy azt feltételezte, hogyha jön egy ilyen messianisztikus párt, aki harcolni fog azért, hogy jobb legyen az időskorúaknak, hogy másképp fogják fogadni. Nem, kicsit azért vagyok csalódott, mert bár számítottam a passzivitásra és a beletörődöttségre, ilyen mértékben azonban ez a legrosszabb. Nem. Igen. És egyelőre nem is nagyon látom, hogy mi is lenne az az eszköz, vagy az a mód, ahogyan ki lehetne billenteni ebből a rezignációból. Állnak önnek a rendelkezésre elegendő anyagiak, hogy valami kommunikációs trükkkel fölébreszte őket? Nem. A pártot saját zsebből fizetjük, a benzint, a vasit jegyet, a pogácsát, hogyha összeülünk tárgyalni. Milyen határt szabott a felesége? Meddig viheti el a háztartási kasszát pártaktivitásra? Nem mondok összeget, de szerencsére messze bírom a támogatását a feleségemnek és a gyerekeimnek is. Nagyon jó érzés az, hogyha a fiam meg a lányom azt mondja, hogy apu, csináld csak, nyomjad ezzelre. Ez jó érzés. A nyugdíjas társadalmat talán a nyugdíj emeléssel föl lehetne rázni. Milyen elképzelései vannak, honnét lenne erre forrás? Hát a költségvetésből. Tehát amit mi megfogalmaztunk, a legfontosabb eleme az időskori szegénység felszámolásának, az az alapnyugdíj bevezetése lenne. Általunk vázolt elképzelés szerint az alapnyugdíj 40 ezer forint lenne havonta, és ezt a költségvetés finanszírozná, tehát nem a TB járulékokból lenne fizetve, és megkapná minden 65 év feletti ember, aki magyar állampolgár, és legalább 40 évnyi magyarországi lakhatással rendelkezik. Elég a lakhatás, nem kell, hogy valamikor dolgozott is? Szerintem nem, de ezt majd vizsgáljuk, hogy esetleg kelljen, nem tudom, egy 5 éves munkaviszonyt is igazolni. Egyelőre nem látom, hogy ez hozne plusz előnyöket abban a gondolatban, hogy a cél végül is az időskori szegénység felszámolása. Tehát 40 ezer forint az még mindig nem egy horribilis összeg,
ez hozzátartozik. Abból azért még nem lehet megélni. Nem, abból nem. E fölött jelenne meg ugye a munkanyugdíj, ami változatlanul a járulékok, illetve a szolgálati idő alapján kerülne meghatározásra, de itt is szükség volna a nyugdíjminimum, ami ugye 28.500 forint már 2008 óta, ennek a felemelése legalább a duplájára, mondjuk 50.000 forintra. Na most ennek a két intézkedésnek az egyidejű bevezetésével nem lenne Magyarországon olyan 65 év feletti ember, aki ne kapna legalább 90.000 forint juttatást. Ez sem magas összeg. Ugye a Policy Agenda számításai szerint az egy fős nyugdíjas háztartásnak a lét minimuma 79.000 forint. És igazán nem nagy elvárás azt mondani, hogy az állami felelősségi körbe tartozik az időskori szociális biztonságnak a megteremtése és folyamatos finanszírozása. E fölött természetesen még mindig meg kell teremteni a... Azt, hogy a költségvetésben van erre forrás, azt legközelebb megbeszéljük. Búcsúzol viszont azt mondja el nekem, hogy keresték már meg pártok önt együttműködésre? Nem. És meg ki se jelentették azt sem, hogy nem működnek magával azt együtt? Azt sem. Na akkor rajta a legközelebbi beszélgetésünkre kérem a listát, hogy hányan nem hajlandók magával együttműködni. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a plusz 50 nyugdíjasok pártjának elnökét, Kabai Tibort hallották. Bízunk benne, hogy legközelebbi találkozásunkra jobb kedvű lesz, és lelkesen fog beszámolni arról, hogy hány párt nem hajlandó együttműködni vele. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Tessék leülni.